Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A hét közepéig még mindig erősen fagyni fog az éjszakai órákban. Hajnalban most is szinte az ország egész területén fagypont alá csökkent a hőmérséklet, de legalább többé-kevésbé napos időre ébredhettünk, és a délelőtt folyamán még mindig sok-sok napsütés ígérkezik, aztán délután itt-ott fátyol felhőzet megjelenik az égen, csapadék nem várható, illetve délutántól már több helyen erősebben is megnövekedhet a felhőtakaró. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, és csak helyenként élénkül meg a szél. Mint említettem, a hét közepéig még mindig erősebb éjszakai fagyokkal kell számolnunk, és a nappali felmelegedés sem lesz túl erős, de alapvetően még csendesebb és naposabb idő ígérkezik. Változékonyabb időjárás valószínű a hét második felében, ekkor már csapadékra is van esély, általában esőre számíthatunk. Szép kellemes napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!